Október és november hónap az egyetemes kereszténység számára az egyházi esztendőnek a befejezését jelenti, és ilyenkor mindig nem csak az adott életre, itt a földi életre tekintünk, hanem előre tekintünk. Így született meg a katolikus egyházban a Mindenszentek ünnepe, illetve november 2-a pedig a halottak napja. Nálunk a protestáns egyházban azonban nem csak erre figyelünk, hiszen október 31-e a reformáció ünnepe is, tehát számunkra ez egy ilyen kettős ünnepet jelent. Mindenszentek ünnepe, halottak napja, amikor kimegyünk a temetőben, meggyújtunk egy gyertyát, megállunk szeretteink sírjánál, az tulajdonképpen ezt a reménységet fejezi ki, hiszen nem csupán emlékezünk, hanem abban a hitben állunk meg ezeknél az emlékhelyeknél, hogy szeretnénk újra találkozni az Isten szín előtt, a bennünket végtelenül szerető Isten szín előtt. Ez a kettős ünnep számunkra valahol összeér, hiszen egyrészt felszabadít bennünket a hit megélésére, a Krisztus keresésre, a Krisztus vezetésében megélt kereszténységre, másrészt pedig az életnek úgy ad értelmet, hogy amikor halottainkra gondolunk, akkor egy távlatot nyit számunkra. Nagyon különös az, hogy nagyon sokféle gondolat van az elhunytakkal kapcsolatban, különböző felekezetek és különböző tanításokkal gondolnak erre a megélt várakozásra, hiszen van, aki azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, más teológiai álláspont szerint az ember, mint teljes egység hal meg, hiszen a bűn alá van rekesztve test és lélek, és majd egykor a feltámadás napján együtt állunk meg mindannyian a Krisztus ítélő széke előtt, feltámadt testben és lélekben. Azt gondolom, hogy nem ezek a teológiai különbségek azok, amik igazán lényegesek, hiszen sok mindent, bár a Szentírásban Isten kijelent nekünk, de mégis nem tudhatunk. Ezek Isten titkai. Azt gondolom, ami fontos, az az a várakozása, hogy mi tekintünk előre. Éppen ezért fontos az is, hogy az életben megéljük azt, hogy mulandóak vagyunk. Fontos az, hogy megéljük azt, hogy szeretteink élete egyszer befejeződik. Van, amikor hirtelen, ez nagy szomorúság azok számára, akik itt maradnak, van, amikor hosszú időszakon keresztül készülve arra, hogy elmennek ebből az életből. Fontos az, hogy megéljük, hogy mulandóak vagyunk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyermekeink számára is megtanítsuk ezt. Világban szeretnénk a halál tényét, a mulandóság tényét eltávolítani magunktól, eltávolítani gyermekeinktől is. Pedig, hogyha ott vannak, együtt vannak azzal a szeretett személlyel, aki ebből a világból elmegy, akkor sokkal inkább abban a hitben tudnak meggyökeresedni, és abban a hitben tudnak megerősödni, amelyben vigasztalást is találhatnak, és másképpen tekintenek az elhunyt szeretett elmenetelére. Ez a fordulópont, október-november hónap fordulópontja egyrészt azt a felszabadult hitet jelenti, amellyel belekapaszkodhatunk Krisztusba, másrészt pedig azt a várakozást, ahogyan megállunk hittel,
el szeretteink sírjánál, és előre tekintve reméljük azt, hogy egykor együtt ünnepelhetünk Isten országában.